Te áldott békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, nagyon-nagyon jó egészséget, neked, személy szerint neked is, és azoknak is, akiknek ezek az ajándékok el lesznek juttatva. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere adta át képletesen az ajándékokat a Humánszolgáltató Központon keresztül annak a közel 300 családnak, akik napokon belül részesülhetnek a jótékonysági akcióban összegyűlt adományokban. Örülünk neki, hogy ennek ellenére az idei nehézségek mellett ennyit sikerült összegyűjteni, és itt igazgatóasszonnyal beszélgetve az elején, és most is említem, hogy ők ismerik azoknak a rászorulóknak a körét. A Babits Mihály Kulturális Központ 4. esztendeje szervezi ezt a jótékonysági akcióját. A Humánszolgáltató Központ vezetője, Toláciné Varga Zsuzsanna azt mondja, egyre szélesebb az a kör, akik a listájukon szerepelnek. Sokuk az ismerősökön keresztül kerülnek a szolgáltató látókörébe, mert szégyelnek jelentkezni a felhívásokra. Figyelnek egymásra az emberek, és keresik azokat a lehetőségeket, amivel a másiknak segíteni tudnak. Ez egyrészt megnyilvánul abba, hogy milyen sok cipős doboz összejött, hogy mennyi egyéb adományt kapunk, ruhát, könyveket, játékokat, amik hozzánk a Humánszolgáltató Központhoz érkeztek, és ezeket is azonnal tudjuk továbbadni, illetve jönnek a lakosoktól jelzések arra vonatkozóan, hogy javasolják, hogy akkor őket még jó lenne, hogyha segítenénk. Az ajándékok még karácsony előtt eljutnak az érintettekhez.